Karácsonyi desszert. A drága alapanyagok és energiaárak miatt kerül idén többe a beigli. Innováció a Transpednél. Környezetkímélő vontatót fejlesztettek közösen a Schefflerrel. Hazai siker. Összesen 13 gól esett a Deac Nyírbátor futsal mérkőzésen. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója a napszemle. November 22-e kedd van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Drágább lesz a karácsonyi beigli. 3-5 ezer forint körül alakul idén a minőségi cukrászdai beiglik ára a magas energia és alapanyagárak miatt. Bár a cukrászdákban kaphatóknál olcsóbbak lehetnek az úgynevezett ipari beigli termékek, de minőségük jóval gyengébb a Magyar Cukrász Ipartestület szerint. Rossz hír a háziasszonyoknak, hogy idén az otthoni sütés sem lesz olcsó. Az egyik legnépszerűbb karácsonyi sütemény a beigli. Tavaly átlagosan 2500-2800 forintba került a cukrászdákban az ünnepi menü hagyományos desszertje. Advent idején sokan készen veszik a beiglit és a többi ünnepi süteményt. Szeretek otthon is nagyon sütegetni. Persze, ha nincs rá időm, akkor nagyon szívesen vásárolok a cukrászdáktól is. Nagyon fontos számomra, hogy minőségi alapanyagból készüljön a termék. Árkalkulációkkal készülnek a cukrászműhelyekben a december elején kezdődő beigli szezonra. Idén csak nem a tavalyi duplájába kerülhet a hagyományos módon készített minőségi beigli. A cukrászipartestület szerint nagyjából 3-5 ezer forint lesz az ára, bár a más minőséget képviselő ipari termékek ennél olcsóbbak lehetnek. A cukrászdai beigli drágulása az előállítási költségek jelentős emelkedésével függ össze. A rezsiköltségek azért eléggé megnövekedtek az utóbbi időben, ezt ugye mindannyian tudjuk, illetve hát ugye a alapanyagárak is eléggé az egekbe szöktek és megemelkedtek az utóbbi időben, ezt ugye tapasztaljuk, amikor a boltba eljárunk vásárolni, úgyhogy ez sajnos a termékekben is körvonalazódik, illetve megjelenik. Az otthoni sütemény sütés sem olcsó a hozzávalók drágulása miatt. Például egy kiló tisztított dió átlagára 4800 forint volt tavaly, míg idén közelíti a 6000-et. A sütéshez, a tésztához és a töltelékhez is szükséges vaj, illetve margarinára pedig majdnem a duplájára nőtt egy év alatt. Dízelből elektromos. Már tesztelik a Transped új vontatóját, amit a Schefflerrel közösen alakítottak át elektromos hajtásúvá. A környezetkímélő vontató nem csak a káros anyag kibocsátást, de a szállítás okozta egyéb környezeti terhelést is csökkenti. A járművet kifejezetten városi és ipari alkalmazásra fejlesztették. Korábban dízelként futott az utakon, 3 hónap alatt alakították át elektromos hajtásúvá. Ezzel a technológiai újítással éves szinten 35 ezer kilométeres debreceni használattal számolva jelentős széndioxid, szállópor és zajterheléstől mentesíti a várost. A Transped ügyvezetője azt mondta, folyamatosak a fejlesztések a vállalatnál, ez bizonyítja ez az elektromos vontató is. Azért vágtunk bele, hogy lehetőleg minél hamarabb egy olyan tapasztalatot kapjunk, nyerjünk, amivel egy picit mindig egy lépéssel a versenytársak előtt tudunk mozdulni. Az elektromos vontató fejlesztése a Schefler és a Transped közös munkája. A 300 lóerős jármű egy feltöltéssel 100 kilométert tud megtenni teljes terhelés mellett. Szabó Péter, az FAG Magyarország Ipari Kft. Ügyvezetője azt mondta, egy cég számára ma már elsődleges szempont egy fejlesztésnél a fenntarthatóság és a költséghatékonyság. Mi raktározunk a Transpednél, és ott a napi fuvarokat a raktárból való alapanyagoknak a szállítására fogjuk használni. Úgyhogy már nagyon várjuk. Tehát öröm volt azt látni, hogy mondjuk nálunk a logisztikán dolgozó kollégák is, hogy jöttek ki megnézni a kamiont, ugye ez is egy olyan újdonság, amit nem mindenhol lát az ember. Balázs Ákos alpolgármester arról beszélt, hogy büszkék azokra a vállalatokra, akik Debrecenben a jövőben gondolkodnak és ilyen fejlesztéseket hajtanak végre. A város vezetésének is fontos a fenntarthatóság, amit jól mutat a Debrecen 2030-as városfejlesztési programban meghirdetett új környezetpolitika. A jövő Debrecenben épül, és ez a város nagy léptekkel száguld előre, abban a tekintetben, hogy Magyarországon akár az elektromobilitás központja is legyen.
Az átalakított elektromos vontató jelenleg még tesztidőszakban van, hatótávolság alapján kifejezetten városi, ipari használatra alkalmas, akkumulátorainak teljes feltöltéséhez 5 óra szükséges. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ma mutatta be egy szakmai konferencia keretében a nyáron alapított Forrás Lelki Segítő Központot. Az Egyházmegye a Forrás Lelki Segítők Egyesületével kötött megállapodás alapján ebben a központban biztosítja a korábban az Egyesület fenntartásában működő szociális alap- és szakellátásokat. Az intézmény városszerte több száz emberről gondoskodik. A Forrás Lelki Segítők Egyesülete évek óta szervez különféle prevenciós és a mentális egészség megőrzését segítő programokat. A szervezet több mint 30 éve nyújt segítséget a városban élő nehéz sorsú családoknak, rászorulóknak. Az Egyesület idén-nyáron adta át szociális szolgáltatásait a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének. Olyan új változásokat indítottunk el, amely már bővíti a szolgáltatásokat. Az Egyházmegye létrehozott egy új intézményt, ez a Forrás Lelki Segítő Központ, és ez a központ fogja ellátni ezeket a feladatokat, illetve a munkatársakat ez a központ koordinálja. Fontos szolgálat ez, mert nagyon sok olyan ember van, aki segítséget kér különböző problémák, lelki betegségek, függőségek megoldásához, fogalmazott Palánki Ferenc megyés püspök. Akik terheket hordoznak, mi megpróbáljuk Jézushoz vinni őket, hiszen Jézus azt mondta, hogy ti, akik megfáradtatok és terhet hordoztok, jöjjetek hozzám, én majd felüdítelek benneteket. És hát tulajdonképpen erről van szó, hogy ez nagyon fontos területe, szolgálata az egyháznak, és mi most ebben szeretnénk segíteni. Széles Diana arról beszélt, hogy Debrecen egy spirituális központ. Az alpolgármester úgy látja, az egyházak egyre nagyobb részt vállalnak az oktatás és a szociális ellátás területén, ami nagyon fontos a város számára. Nem csak a város, hanem az a nemzet számára is egy stratégiai kérdés, hogy minél több egyházi szereplő vállaljon a gondoskodásban szerepet. Ez azért fontos, mert az egyház egy megfelelő finanszírozási hátteret tud adni a különböző szolgáltatásoknak, mellettük, mögöttük egy közösség működik, és én azt gondolom, hogy a szeretet és a gondoskodás az egyháztól nem áll távol. A Forrás Lelki Segítő Központ városszerte több száz ellátottnak nyújt segítséget a szociális alap, illetve szakellátások területén. Országos adománygyűjtés indult a kárpátaljai óvodák, iskolák és gyermekotthonok részére. Az akcióban a civil központok is részt vesznek. A Hajdú-Bihar megyei civil közösségi szolgáltató központ a Huszti Magyar Óvodának gyűjt. Már fel is vették velük a kapcsolatot. Az intézménynek leginkább tisztító és tisztálkodó szerekre van szüksége, de örülnének papírírós szereknek is, amik segítenek a tanulásban és a gyerekek készségfejlesztésében. Az adományok gyűjtése november végéig tart. Ezt követően szállítják el a gyűjtőpontokra, és onnan viszik majd tovább Kárpátaljára. Még természetesen 30-áig nagyon nagy szeretettel várnánk ide az irodánkba a adományokat, és ha valakinek esetleg gondot okoz az ide szállítása, akkor mi arról is gondoskodunk, hogy ide jusson. Egy csésze kávé az emberi méltóságért. Ez a mottója annak a most zárult egy hónapos adománygyűjtési akciónak, amit vendéglátó helyekkel összefogva hirdetett meg a Debreceni Hospice Ház Alapítvány. Az elmúlt hetekben 10 debreceni kávézóban és cukrászdában adományozhattak a vendégek a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Hospice Palliatív és Terápiás Osztálya javára. Az összegyűlt összegből egy nagy teljesítményű mosógépet vesznek az ellátás során használt textíliák tisztításához. Az adományt ma adták át, jelképesen a gyűjtésben résztvevő macskávézóban. A gyógyíthatatlan daganatos betegek megfelelő életvégi ápolását a kezdetektől adományokból támogatja a Debreceni Hospice Ház Alapítvány, amely nagy hangsúlyt fektet az ellátás megismertetésére és a szemléletformálásra. Sokan nem ismerik, hogy pontosan mit is jelent, mennyire fontos az, hogy ne érezzék magukat egyedül azok a betegek és családtagjaik sem,
akiknek sajnos már nem adatik meg az, hogy ebből a betegségből meggyógyuljanak. Úgyhogy mi ezt a küldetést tűztük és tűzzük mindig a szemületformáló tevékenységeink céljául. A nevetésé volt a főszerep délután a Fényes udvari gondozó szolgálat Csapó utcai idősek klubjában. A Városi Szociális Szolgálat itt rendezett partnereivel közösen viccmesélő délutánt az időseknek. A jó hangulat garantált volt, hiszen egymás után hangzottak el a viccesebbnél viccesebb poénok. A program célja, hogy felhívják az időskorúak figyelmét az egészséges időskor megéléséhez szükséges fizikai és szellemi tevékenységek rendszeres végzésének szükségességére. A jelenlévőket Kis Sándor önkormányzati képviselő köszöntötte. Ő két vicc elmondása után arról beszélt, hogy a nevetésnek számtalan jótékony hatása van, így többek között csökkenti a stresszt és a fájdalmat, valamint a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. Ma van a megye napja. 324 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon alakult meg a Hajdú kerület. Erre emlékezve tartott ünnepi ülést Nádudvaron a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés. Az ünnepség részeként egy új, úgynevezett kiállító és fogadó teret is átadtak. 324 évvel ezelőtt, november 22-én alakult meg a Hajdú kerület. Ennek emlékére ez a nap egyben a megye napja. Az ünnepség részeként adták át délelőtt Nádudvar legújabb kiállító és fogadóterét, ami a Magyar Szürkék útja kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében című projekt részeként valósult meg. Macik Erika Nádudvar polgármestere beszédében felidézte az 1580-as török rablóhadjáratot, amit a nyolc várost összefogó mostani projekthez hasonlított. A nádudvari csatában ugyanis a végvári katonaság és a környéken állomásozó hajdú csapatok mintegy 600 foglyot szabadítottak ki közösen. Bár a csatáról a történelemkönyvek nem írnak, de elmondhatjuk, hogy az imént átadott látogatóközpontunkat és magában foglaló Magyar Szürkék útján tematikus útvonal kohézióját ez a mozdanat is jelenti. Ez is összefűzi a projektben résztvevő településeinket. Az ünnepségen a Hajdúság, a Bihari térség, Hortobágy, a Sárrét és a Nyírség együttélése, illetve együtt gondolkodása előtt tisztelegtek a résztvevők. Pajna Zoltán a megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, térségünket földrajzi, gazdasági és kulturális sokféleség jellemzi, amely a fejlődés lehetőségét biztosítja. Úgy sikerült az elmúlt évtizedekben megteremteni a megye egységét, hogy közben a gazdag hagyomány, a sokszínűség megmaradhatott és gyarapodhatott. Egyszerre alakultak ki a megye működéséhez szükséges fizikális feltételek, és maradhattak meg a kulturális sajátosságok. A rendezvényen ünnepi műsor kíséretében adták át a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat kitüntető díjait. A közgyűlés többek között Bocskai István díjat adományozott Papné Gyulai Katalinnak, a Debreceni Tankerületi Központ korábbi igazgatójának. Tizenhárom gól, büntetők, piros lapok, sok szempontból emlékezetes marad a Deac Nyírbátor futsal mérkőzés. Elek Gergő együttese szinte végig vezetett, de csak a találkozó utolsó perceiben tudta eldönteni a három pont sorsát. A 8-5-ös győzelemmel a debreceniek zsinórban ötödik hazai meccsüket is megnyerték, és őrzik hibátlan mérlegüket. Izgalmas első félidőt láthatott a Desok csarnok közönsége az NBA 11. játéknapján. A hazaiak a 8. percben szerezték meg a vezetést a több ex-debreceni futsalossal felálló Nyírbátor ellen, a 17. percben pedig már 4-1-re vezettek. A vendégek azonban visszajöttek a meccsbe, és akár előnnyel is fordulhattak volna, ha Tóth Benedek nem hárít két kis büntetőt a játék rész végén. A félidő utolsó találatát a tavaly még a Deac csapatkapitányi karszalagját viselő Szentes Bíró Tamás szerezte. Nagyon fura élmény volt már maga bejönni a csarnokba, úgyhogy gyakorlatilag hazajöttem vendégként. Nagyon fura érzés volt, de vártam ezt a mérkőzést, hiszen tényleg azért 6 hosszú évet töltöttem a Deacba,
a végére már egész sikeres is lett, úgyhogy tényleg mindenképp egy fura élmény volt, de nagyon jó volt újra a régi csapattársakkal találkozni. Jól kezdte a második felvonást a Nyírbátor is 10 perc alatt kiegyenlítettek. A hajrában aztán összekapta magát a vendéglátó és háromszor is betalált. A gólzáporos piros lapokkal és büntetőkkel tarkított mérkőzésen 8-5-re győzött a Deac, és továbbra is őrzi hazai hibátlan mérlegét. Egy kicsit körülményesek voltunk, túl sok volt az érintésszám, túl sokat akartunk gondolkozni, mindig döntőpaszt akartunk, és nem pedig játszani az egyszerű játékunkat. Annak örültem, hogy a kapus játékok viszont remekül működött, azért több gólt is szereztünk belőle, úgyhogy végül is ez arra van, hogy egy ilyen hektikus katasztrófa közeli mérkőzést megnyerjünk vele, és ezt meg is tettük. A Deac a következő mérkőzését jövő hét hétfőn játssza az Újpest ellen hazai közönség előtt. Eddig tartott ma a Napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!